Tavaly összesen 5425 gyermeket érintett az általános iskolai beiratkozás szabolcs megyében. A 2011-es törvény szerint a tankötelezettség abban az évben kezdődik, amelyben a gyermek legkésőbb augusztus 31-éig betölti a hatodik életévét. Témánkkal kapcsolatban a műsor vendége itt a stúdióban, Galambos Ildikó, a Nyíregyházi Járási Hivatal első embere hivatalvezetője. Köszöntöm Ildikó a stúdióban. Köszöntöm én is, és a nézőket is szeretettel köszöntöm. Mikor ö, áll össze az az adathalmaz, amelyből fogjuk tudni, hogy ebben az esztendőben vajon hová melyik irányba változik a tanköteles gyermekek száma? Gyakorlatilag két nagyon fontos feladat van ezzel kapcsolatban, ami a járási hivatalokat érinti és itt is szét kell bontani a, a konkrét feladatokat, mert vannak olyanok, amelyek a megyeszékhelyjárási hivatalhoz kötődnek. A jogszabály ide delegálja ezeket a feladatokat. Ez a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény alapján az iskolai körzethatárok kialakítása. A másik feladat, ami már általános illetékességű járásként végzendő feladatunk, és ugyanígy, ahogy a nyíregyházi járás, a többi járás is elvégzi ezt a feladatot. Az általános iskolai beiratkozásnak a, az idejének a meghatározása, ezt hirdetményben tesszük közzé. Természetesen akkor, amikor az iskolai körzethatárokat kialakítjuk, azzal egy időben vagy párhuzamosan tájékozódunk a várható beiratkozás nagyságrendjéről, tehát konkrétan hány gyereket érint a, a beiratkozás. Ez egy kis emelkedést mutat egyébként, mert az, az előbb említett 5400 pár gyerekkel ellentétben a 2018-19-es tanévre 2018 áprilisában 5741 gyermeknek kell beiratkozni. Ez a létszám az, akik tankötelessé válnak ebben az évben, ami azt jelenti, hogy 2012. Augusztus 31-ig születtek ezek a gyermekek. Tehát ezek az adatok eljutnak önökhöz a járási hivatalokhoz. Ugye járási rendszerről 2013. januárja óta beszélhetünk újra. Ez már onnantól kezdve az önök feladat körébe tartozik? Voltak feladatváltozások, mint ahogy a szervezeti struktúra is változott. Ma az a helyzet hogy a megyeszékhelyjárási hivatal természetesen az érintettek véleményének a kikérésével, a közreműködésükkel először minden év február 15-éig kialakítja a körzethatárokat. Természetesen itt az önkormányzatok területén lévő oktatási intézmények, általános iskolák vannak megszólítva, illetve az őket fenntartó tankerületi központok. Velük történik egy egyeztetés, és 2018. február 15-éig ezeket le kellett tisztázni, hogy milyen körzethatárokkal indulunk. Majd ezt követi az a folyamat, hogy ami már minden járást érint, hogy az iskolai beiratkozás előtt 30 nappal hirdetményben közzé kell tenni, meg kell határozni minden járási hivatalnak az illetékességi területén a beiratkozás pontos időpontját. Ez a Nyíregyházi Járási Hivatal esetében ebben az évben 2018. április 12-e és 13-a volt, tehát az elmúlt hét csütörtök pénteki napja. Egy 2011-es törvényt említettem itt a felvezetőben, ugye, amely szól a tankötelezettség kezdetéről. De meddig lehet elkezdeni az általános iskolai tanulást? Meddig kapcsolódhat be a gyermek, és egyáltalán miért tolódhat ki? Ki dönt erről? Ebben a pedagógiai szakszolgálatoknak van szerepe, hogy eldöntsék azt, hogy az adott gyermek iskola e tehát megkezdheti-e a tankötelezettség okán a tanulmányait, illetve általános iskolában, vagy pedig egy sajátos intézményben kell, hogy elkezdje, vagy sajátos nevelésű igény esetén integráltan egy adott iskolában, ez egyedenként vagy egyedi elbírálást igényel, tehát gyermekenként a pedagógiai szakszolgálat vizsgálata és szakvéleménye alapján történik a beiskolázás. Az biztos, hogy azok a gyermekek, akik kijönnek az óvodából, iskolába fognak menni. Ugye a következő nagy kérdés, hogy melyik iskolába milyen választási lehetőségeik vannak, illetve az intézményeknek ebből a szempontból milyen kötelezettségeik vannak? Ez nagyon érdekes, mert az első kérdésre talán első hallomásra egy ambivalens választ tudok adni, ugyanis az a jellemző természetesen, hogy a lakóhely, illetve tartózkodási hely szerinti általános iskolába iratják be a szülők a gyermekeket, de ez nem mond ellent annak, hogy a 2011. évi törvény szabad iskolaválasztást enged a szülőknek, tehát attól függően, hogy ők milyen tehetséget, ambíciót, kvalitást, esetleg világnézeti szempontból milyen iskolába akarják beiratni a gyermeküket, ebben teljes a választási lehetőségük. Az általános iskolákat egy szempontból érinti kötelezettség, akár a beiratkozással, akár majd a, a lakóhelyváltás kapcsán is előfordulhat ez az iskolai körzethatárok szerinti általános iskola abban az esetben, hogyha a szülő ezt igényli, akkor köteles biztosítani az általános iskolai tanulmányok folytatását a gyermeknek. Érdikon többször is körzethatárok kijelöléséről beszélt. Ezek nem ugyanazok a körzethatárok évről évre, ezek tudnak változni? Vagy mit kell itt figyelembe venni, milyen szempontokat? Természetesen van egy kialakult rendszer, és abban az esetben, hogyha valamilyen különleges indok ezt indokolja, és a tankerületi központ, az adott tankerületi központ ehhez hozzájárul, illetve ő maga is a véleményét adja, akkor lehet szó körzethatármódosításról. Én gondolom, hogy azért a nyíregyházi járás tudja talán produkálni a legmagasabb számadatot ebből a szempontból, hogy hányan is kezdhetik meg az általános iskolai tanulmányaikat ebben a következő tanévben majd. Erre tudunk erre vonatkozó adatot mondani? Természetesen a megyében ugye 13 járás van, 13 járási hivatal, és a megyeszékhely járási hivatal illetékességi területén az 5741 fős gyermek létszámból 1586-an válnak most iskola Iskola kötelezetté. És vajon hány oktatási intézmény közül választhattak itt a szülők, hogy hová is viszik majd a gyermekeket az oktatásra? Hát erre pontos számot nem tudok mondani, de természetesen a közismert intézmények továbbra is működnek. Ebben az évben nem tudok olyanról, hogy iskolát kellett volna bezárni. Itt változhatnak ugye az indítandó osztályok száma, de ezt is a tank, tankerületi központok határozzák meg, hogy hány osztályt indíthat egy bizonyos iskola egy adott évfolyamban, de erre már a járási hivatalnak nincs hatása. Ugye megtörténtek a beiratkozások, tehát ezen már túl vagyunk, azért is tudunk így beszélgetni erről a témáról bővebben. Azért, hogyha mégis kérdések merülnének fel, valami közbe jött, valaki nem tudott megjelenni, mégsem, akkor ezt az adott oktatási intézménnyel kell tovább bonyolítsa. kell önökhöz bármi miatt is egy, egy szülőnek fordulnia? Csak abban az esetben kell, hogy hozzánk forduljon szülő, hogyha valamilyen a szempontból a pedagógiai szakszolgálat véleménye alapján más iskolába kell elhelyezni a gyermeket, de gyakorlatilag a települési általános iskolák nagyon partnerek ebben, tehát itt már sem hatósági feladatunk, tehát szükkörű a hatóságnak a feladata, de a tankerületi központok és az általános iskolák ez segítik ezt a folyamatot. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk és elmondta ezeket az információkat. Köszönöm én is.